Tapasztalatcserére, információk megosztására és gyűjtésére hívták össze az aradi magyar női vállalkozókat. Arra konferenciára, amelyet a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége hozott létre, aradi társszervezők segítségével. Ugye egy alapja van, a női erő az, ami mind a kettőt mozgatja egyébként. Így fogalmazta meg a nők által alapított vállalkozások és a családalapítás tervezés közötti párhuzamok lényegét Inotai Petra budapesti vállalkozó az Innováció és Tradíció című konferencián. Az aradi találkozón határokon átívelő jó gyakorlatokat, több évtizedes sikeresen működő vállalkozásokat mutattak be. Be kell ültetni a gondolkodásmódba ezt, hogy érdemes vállalkozni, ugyanis saját időddel rendelkezel, saját magad ura vagy. Te tudod a legjobban, hogy mi az, amihez értesz, és saját magadat tudod, hát tovább erősíteni. Fekete bársony kabátka az egyik legkedvesebb kabátom. A rögtönzött divatbemutatón a résztvevők megcsodálhatták Hempel Katalin magyar örökségdíjas öltözett tervező ruhakölteményeit, amelyekkel ma hordható divatos formában újjáélesztette a régi magyar nemzeti viseleti hagyományokat. Amikor megláttam Hempel Katalin nevét, az vezényelt és ő vonzott főleg ide, hogy láthatom az ő gyönyörű ruháit, alkotásait. Szerintem minden nőnek azért a ruha, a hagyományok is valahogy a lelkünkhez, a szívenkhez közel állnak, és ez, hogy itt Aradon helyben találkozhatok, láthatom élőben, ez egy különleges esemény. A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége által életre hívott konferencia fontos hozadéka volt az is, hogy találkozási lehetőséget teremtett az aradi magyar női vállalkozóknak. Az aradi magyar vállalkozó hölgyeknek szerintem egy kis önbizalom és támogatás szükséges ahhoz, hogy ténylegesen összegyűjjenek, a közös gazdasági, akár üzletvezetési témáikat felszínre tudják hozni. Efelé tette meg az első lépést a mostani konferencia, amelynek szervezői megígérték, hogy a jövőben újabb programokkal, fórumokkal igyekeznek majd támogatni a magyar női vállalkozók munkáját.